Az Óbecsei Sportközpont szabadtéri medencéinél a fürdőidényt ezen a nyáron is a Népkönyvtár standjának aktuális kínálata gazdagítja. A polgárok, akik a fürdések közötti szünetekben a napozás mellett olvasni szeretnének, ezt megtehetik a különálló könyvtári kuckóban, amennyiben tagsági kártyával vagy személyes dokumentummal kikölcsönzik a kívánt könyvet. A tavalyi tapasztalatok alapján, valamint a polgárok érdeklődését figyelembe véve az Óbecsei Népkönyvtár elhatározta, hogy idén is kijön a medencéhez. Minden hétfőn, szerdán és pénteken lehet könyveket kölcsönözni, hétfőnként a délutáni órákban, szerdán és pénteken pedig 10-től 15 óráig. Tekintettel arra, hogy a könyvtárban nem vagyunk elegen, idén önkéntesek segítik a munkánkat. Öten vannak, és a következetességünket segítik, mert lehet, hogy a jövőben minden nap itt lehetünk az ő segítségükkel. Az önkéntesek táborát Loretta Zsivkovics, az Óbecsei Gimnázium tanulója is erősíti. Elmondása szerint az olvasás iránti szeretete ösztönözte arra, hogy támogassa ezt az aktivitást, hogy segítse a Népkönyvtár dolgozóinak munkáját. Azért csatlakoztam ehhez az akcióhoz, hogy hasznosan töltsem a nyarat és a szünidőt. Érdekelt, hogy ez hogy néz ki itt a medencénél, és hogy hogyan működik. Különféle könyv megtalálható a kínálatunkban. Regények, amiket inkább a hölgyek kölcsönöznek. A napi sajtó, amit a férfiak olvasnak, és a gyermekkönyvek, melyeket a gyerekek válasszák szívesen. Mintegy 50 könyv és a napi sajtó áll a polgárok rendelkezésére. A könyvtárban elmondták, hogy ez az akció a fürdőidény végéig tart, és hogy a medencei könyvkölcsönzés ingyenes. Ezúton szeretném meghívni mindazokat a polgártársainkat, akik nem tagjai a könyvtárnak, hogy jöjjenek el és iratkozzanak be. Ugyanakkor értesítem a lakosságot, hogy a Népkönyvtár a nyár folyamán nyári munkaidő szerint dolgozik, hétfőn 12 és 19 óra között, a többi munkanapon pedig 7-től 14 óráig.